Sziasztok! Kecskés Robi vagyok a Cignáljak Kft-től, és ebben a videóban pár gondolatot szeretnék veletek megosztani a 2019-es IVA kiállításon, most teljes standon készült néhány videómról. Amit először megláttunk, és egyből meg is fogott, ez tulajdonképpen a HS50M1-es, ami egy forgótolózáras, ismétlő rendszerű fegyver, 50-es kaliberben, tehát nagyon-nagyon impresszív készülék volt. Ebbe gyakorlatilag mindenki belebotlott, aki ebbe a csarnokba belépett. Maga a zár működése meglepően könnyed volt, olyan egyébként steljeres. Érdekes megoldás, hogy a tárat nem alulról, hanem oldalról lehet behelyezni a fegyverbe. Látható a fegyveren, hogy három Picatinny rail található rajta, illetve egy nagyon-nagyon komoly csőszájféket helyeztek el, amire nyilvánvalóan szükség is van a fegyver használatakor. A következő kép már a vadászpuskákat mutatja, azon belül is a Steyernek ezt az új köpenycsöves fegyverét, amelyen egy nagyon esztétikus szénszálas köpenycső foglal helyet. Ez a Steyer Breezy, ami tulajdonképpen a menetes csővégen csatlakozik. És természetesen a köpenycső alatt egy jó kis hangtompító található. Ugyanennek a teljes karbontusás verziója is látható volt, ami így a csőköpennyel, illetve a karbontussal még komolyabban néz ki. Egyébként a cső a csőköpeny alatt teljesen rozsdamentes. A következő modell a Steyer SM12-nek egy semi-weight változata, amin egy benyúlós loksaftos tusat lehetett látni. Ez tulajdonképpen egy laminált tus, hasonlót láthatunk mondjuk a Mauser M12 Max-nál is. Most úgy látszik, hogy ez nagy divatját éli. Érdekes kialakítású, jelentősen eltér a szokványos Steyer klasszikus tusáktól. Ha érdekesnek tartottátok videómat, akkor kérlek osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel is, és kérlek iratkozzatok föl a következő videókért.